Sok feladattal várták a diákokat a belvárosi iskola tornatermében. Lényeg a környezetvédelem fontossága. Egy zöldforgó élménynapot szerveztünk a tanulóknak. Ez sok mindenhez kapcsolódik, és szükségünk volt rá, és nekik is, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak Mikulás alkalmából. És a projekt tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy olyan programot szervezzünk számukra, ami környezetvédelemmel kapcsolatos újrahasznosításra, mert ez a téma ez nagyon aktuális például az Erasmus projektünkkel kapcsolatban is. Szerencsére úgy tudtuk megvalósítani, hogy hivatalosan 4-től 7-ig várjuk a tanulókat, de hogy senki nem maradjon ki ebből a projektből, mert úgy gondoltuk, hogy nagyon hasznos a számukra, ezért első osztálytól 8. osztályig jönnek, 20-20 perces időközönként, és különböző feladatokat kell nekik elvégezni. Régóta próbálkoztak megszervezni ezt az eseményt, most sikerült. Nem csak a játékos feladatokkal várták a gyerekeket, hanem az Alma együttes előadása és a kíváncsi szemek elé került. A pályázatunk már 2 éve beadásra került, de a helyzetből adódóan csak most tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk neki, hogy ez itt nálunk lehetett. És ugye nem csak ez a programnak a része, ez az első 2 óra, hanem utána egy Alma koncertre is vendégeink a gyerekek. Több informatikai eszköz használatával tették érdekessé környezetvédelemmel kapcsolatos témákat. A mi csapatunk bázisa Budapesten van, innen szoktunk mindig elindulni az ország különböző pontjaira. Mi vagyunk a Zöldforgó projekt, ez a projekt az ITM finanszírozásából valósul meg. 150 helyszínre látogatunk el, azaz 150 iskolába, és egy különböző foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Itt a fő téma a fenntarthatóság, illetve a környezetvédelem. 2 része van, illetve összesen 3 része van a projektünknek. Van egy játszóházunk, ezek ilyen klasszikusabb játékok, kifejezetten fából készültek, itt megint a fenntarthatóság volt a fontos, illetve a technológiát is behozzuk a gyerekeknek, és AR-VR eszközökkel is ismerkedhetnek a környezetvédelemről. A VR szemüvegben például körbenézhetnek a gödöllői hulladékfeldolgozóba, és az AR kapcsán pedig különböző plakátok kelnek életre, és hallhatnak különböző tippeket azzal kapcsolatosan, hogy mit érdemes változtatni. 150 helyre látogatnak el a pályázat keretein belül. A megyében több helyen is voltak már. A Zöldforgó az egy program, egy élménynap, ami az iskolák számára elérhető, teljesen ingyenesen, mint ahogy említettem, az ITM jóvoltából. Különböző programok vannak, illetve amúgy minden esetben egy Alma koncerttel zárjuk a programot, és az Alma együttesnek kifejezetten a zöld, illetve környezetvédelmi számait hallhatják, így is egy kicsit közelebb hozva a gyerekekhez ezt a témát. A megyében viszonylag sokszor, pont tegnap voltunk Baján, tehát nem messze, már a megyében, mondom, többször jártunk. A projekt kapcsán fontos szempont volt, hogy olyan iskolákba igyekszünk eljutni, ahol esetleg még nem hallottak erről a témáról, tehát ne csak feltétlenül olyan helyekre, ahol már ez már előkerült, akár ökoiskola. Itt szerencsére már úgy látjuk a gyerekeknél, hogy azért ez nem új téma, így viszont sokkal mélyebbre tudunk elmélyülni a játékok kapcsán. A célunk mindig az, hogy a gyerekek fejébe magokat ültessünk, és hosszú távon gyakoroljunk hatást, és nekik már ne legyen kérdés az, hogy fenntarthatóan éljünk, és bízunk benne, hogy a gyerekek a szülőkre is hatással tudnak lenni, és tudnak segíteni a szülőknek például azzal, hogy visznek magukkal bevásárlószatyot, és nem csak anyának kell erre odafigyelni. Szóval ez lenne a cél, hogy a fenntartható irányba vigyük el a családok életét.